alulról van nedvesség, de itt a forróság, ezt, itt a középső részét ennek a sátornak annyira megtörte, hogy egyszerűen a növény nem tud fejlődni, tehát szinte majdnem, hogy égésnyomok vannak a növényeken. Ahogy az alföldi zöldségtermelők szinte mindegyikét, ezt a kenderesi családi gazdaságot is komoly aszálykár érte. Katasztrofális helyzet van, tehát minden sokkal hamarabb ért, minden megégett, rengeteg az öntözővíz, ennek költsége van, és hát nem mindig tudjuk érvényesíteni az árakban. A két hónapos asszály miatti késés a karcegi piacon is érezteti hatását. Drágulni, hát persze drágultak, igen, de nem tudunk mit csinálni, ha enni akarunk, muszáj megvenni. A krumpli szinte beleégett a földbe, a sárga répa sem tudta átvészelni a csapadékmentes forróságot. Mindenből kevesebb van, és minden többe kerül. Kell káposzta, káposzta, kell káposzta ezelet, káposzta 500, a zöldség az maradt, paradicsom az drágult, az 850 lett, uborka is drágult, 700 lett a fürtös uborka. Nem csak a termés lett kevesebb, hanem a vásárló is. Nekem ez a kicsi ára, vagy a nyugdíjhoz, én nekem ez nagyon drága még most is. Hogyan tovább, azt már nem tudom. Azt már nem tudom. Az árak alacsonyabbak biztosan nem lesznek. Ahogy közeledünk az év vége felé, annál inkább lesz drágább a paradicsom, az uborka, a hagyma. Köszönöm.